Sziasztok! Sziasztok! Pont felkészültem. Bocsánat. Jó, na előre, na. Na, sziasztok! Sziasztok! But you gotta be there for me too. Sziasztok, itt vagyok egy újabb videóval, és megint csak itt van velem Martin, akit már egy előző videóban is láthatottuk, amit egyébként itt megtekinthetitek, az outfitjeimet válogatja össze, és most megint új videó. Én vagyok a barátja. Igen, megint itt van. Most lehet nem ezt adom címnek, most már nem clickbaitelek, most már írhatom, hogy Martin van itt. Általában valaki bejön a lakásba, mindig mondja, hogy úristen, ez a konyha, ahol videózni szoktál. Nem. Így még csak nem is derenget neki. Engem nem érdekel a shitty contented. Jó. A mai videóban ez egyébként Martin ötlete volt, és nekem ez soha nem jutott eszembe, de ez egy tök jó ötlet, hogy ő fog nekem főzni vegán kajákat. Előétel... Egy komplet háromfogásos vacsora. Előétel, főétel, desszert, valószínűleg inkább ebéd lesz, vagy késő ebéd. Reméljük. És az a lényeg, hogy én megadom neki a hozzávalókat, plusz pár bónusz hozzávaló, ami egyébként nem kell a receptben, és azt reméljük, hogy rájön, hogy azok nem kellenek oda. Most mit csinálsz? Nagyon nem könnyíti meg a dolgomat, tehát hogy egy csomó olyan dolog is lesz benne, amit én egyáltalán nem tudok róla, de olyan is lesz benne, ami nem is kell bele, olyan is lesz benne, ami kell bele, de én a világomról nem tudok, szóval próbálkozunk nem nagyon szarra. Igen. Tehát lesz három vegán kaja, ő szerinte ő még alapból se szokott főzni, nem hogy vegán kajákat, és kirakom... tudok. Wow! Kirakom az összetevőket, és lesz öt segítsége, amikor kérdezhet, és én meg segítek neki. Mert azért mégiscsak, hogy valami kisüljön belőle, és tulajdonképpen ennyi. Szóval a három kaja, az előétel az rántotta lesz, egy sima egyszerű rántotta. A sima másik, egyszerű vegán rántotta. Sima egyszerű vegán rántotta, tojással meg tejjel. A főétel, a második fogás a pad thai lesz, ami valamilyen étel, fogalmam nincsen. Még nem is evett, szóval ez így még jó. Meg azt tudom, hogy mi van benne, meg azt sem tudom, csak azt tudom, hogy valami táj. Milyen fagyival? Banánfagyival. Akkor banánfagyival. Ja igen, mert ez Dórinál ilyen nagy dolog, vagy legalábbis azt meséltek, nem láttam a videót. Hát. Igen, akkor most jön az előétel a rántotta, és mutatom az összetevőket. Na, itt vagyok, a narrátor egy ehhez hasonló tofu rántotta receptet fogunk elkészíteni, amihez kell egyértelműen tofu, fokhagyma, valamilyen zöld fűszerek, só, kömény, kurkuma, tószt-kenyér, paradicsom, olaj, bors. Amik egyáltalán nem kellenek, az pedig a tojás természetesen, a margarin, karalábé, ez a garnél, a koktélos szósz, növényi tej, ami meg nem kell feltétlenül, de lehet bele tenni, az pedig ez a grill fűszerkeverék. Most nekem mondd el, hogy mi lesz. Jó, neked is mondom, meg nekik is. Na, kezdjük az előétellel, ami vegán rántotta lesz. Én szerintem, Martin, nem láttad még egyik videómban, hogy vegán rántottat csinálok? Nem? Azt se tudod, miből van. Oké, kiraktam az összetevőket, ebből mindjárt megmondom, hogy hány kell, hogy legalább annyit segítsek. Ezek közül 8 az, ami úgy kötelezően kell bele, és még rakhatsz bele 1-2-t, ami nem árt neki. Tehát 8 dolgot mindenképpen tudnod kell, a többit azt csak beletettem, arra nem lesz szüksége. Most nem tudom, hogy miket mondtál, viszont annyi segítséget kapsz, hogy van egy képem erről a rántottáról, így néz ki. Hát ez... Bele is közelíthetsz. Ne közelíts be, mert nem néz ki túl jól. Nem néz ki, mint egy rántotta? Hallod erre, hogy kaptál 2226 lájkot? Mi a pénk? Ez mi? 5 segítséged van. Ja, az olaj, csak most ebben van berakva. Hát, mivel van rajta a kenyér, akkor ez kell. Yes? Yeah! Yay! Gondolom tojás az nem kell. Igen, ez egy ilyen kis becsapós dolog volt ott. Igen, várható. A hagyma azt szerintem kell. Ez szerint nem. Ja, én a fokhagymára gondoltam. Fokhagyma az... Ez nem is hagyma. Ez karalábé. Ja! Fokhagyma kell bele. Oké, én elfelejtem. Nem mondtad, hogy ha szeretnél. Ja, hogy te nem segítesz nekem. Hát nem tudom. Nem tudom, segítsek el. Nem, megoldom, majd úgy is azért neked kell megenni, szóval majd neked lesz szar. Mi az a vörös dolog? Aha, nézd meg. Paradicsom. Elég logikus lenne. Hát igen, talán, hát ha. Mi lehet a fő összetevő? Azért mégiscsak itt valamit látsz, ami a fő dolog. Látom, valami sárga. Nem úgyse fog segíteni. Jó, szerintem tofu. Szerintem. De egyébként tofu az fehér, de ez viszont sárga. Hát akkor valamilyen tofu. Ez meg hogy történhet?
Amúgy szerintem annyira várom azt a pillanatot, amikor én itt teljesen bizonytalanul, de néha biztosan mondogatom a dolgokat, ők meg már ott izé a videóban szarrá röhögik magukat, hogy izé milyen hülyeséget mondok. Meg ők tudják, hogy mi kell, mi nem azt. Hát igen, én meg nem. De szerintem a grillfűszer keverék az nem kell. Kurkuma. Mi az a kurkuma? Nézd bele! Sárga? Lehet. Sárga! Akkor ő... Mennyit mondtál? 8 kell? 8, ez eddig 4. Vagy nem, várjál, nem 5. Ez mi? Bos. Az kell. Ez mi? Só. Az is kell. Ez mi? Kömény. Az nem kell. Ez mi? Ristály. Szerintem attól is megkímélhetjük magunkat. Ez mi? Margarin. Az vegán? Szerintem nem kell. Ez mi? Koktélszósz, vagy ilyen... Nem. Ilyen rákszósz. Nem. Jó, majd menjünk van. Szerintem egy dolog kell még, ja. Szerintem... Melyik kellhet? De gondolkozz logikusan. Rántottat csináltál már? Olaj. Na! Tök jó! Azt kell mondanom... Mennyit találtam el? Mindegyiket. 100%-os találat! Boom, baby! Én még a fűszereknél bármelyiket még beválogathattad volna, mert nem árt neki, de ez is így tökéletes. A kötelező fűszerek azok mind megvannak, és minden megvan. Ha nem hittem volna, hogy ilyen ügyes leszek. Na, megvannak az összetevők, és Martin mindent eltalált, tehát eddig jól indulunk szerencsére, akkor most kezdődik az 5 segítséges dolgot, és megadom neki az eszközöket, amire szüksége lesz. Egy vágódeszka, kés, egy kis méhtányér, ez a praktikai okokból kell. Ne, fúj, nem á! De ne, ez le fog esni, ne! Tartom, ez nagyon tartom, stresszel tartom, ez a... Tartom. Jó. Egy... De ha leesik. Jó. Egy fakanál. Egy... Fokhagyma préselő. Tudtam! Elkaptam. És a legfontosabb... Ups. A legfontosabb egy mély serpenyő. De ez undorító! Hát te fogsz enni belőle. Jó, na, rendben van, akkor most az van, hogy Martin elkezdi a munkát. Majdnem beleszorodott a késő lábadba. Bocsánat. Most Martin, hát átadom a szót, mert innen elég a te ügyed. Igazából a kenyér az így majd egyszer a végére. Jó. Kapsz egy szeretet. Köszi. Rántottál, azt mondtad, mert csináltál. Ja. És akkor, hogy próbálj meg abból kiindulni. Először a tojást kellett felütni és bele, akkor gondolom itt a tojás most a tofu meg a kurkuma helyettesíti, szóval ezzel... Ne! Ja, hogy ez ilyen leveses? Ah, jó, akkor az egész jó tojás helyettesítő lesz. Most már értem, miért teszitek. Ki kell bírnom, hogy ne szóljak? Egyszerűen nagyon zavar, ha valamit el fog szúrni és nem tudok szólni, de most nem szóltok. Jaj... Spriccolom a, hogy hívja, az olajat a serpenyőbe. Várjál, gondolom ez is első körbe megy. Ha lehet, hogy a szarokat leveszem, mert amúgy borzasztó lenni főzni. Na végre, szerintem mindenki ezt akarja látni, hogy vedd le. Most elvágom a fokhagymát, és próbálom így két gerezd között bevágni. Miért nevetsz? Azért vannak a gerezdek, hogy... Tudom, de én... Miért kell elvágni? Így. Nem, csak megbontottam egy kicsit. Ó, én nem akarom, én tudom ezt. Chef Martin. Köszönöm. Zavar, hogy nem jó. Jó. Nem történik semmi. Aha, értem, tehát ez ilyen undorító. És ez mennek meddig kell még? Vagy ebben még van, vagy ebben nem van? Nem mondok van. Semmit! De nem azt mondom, hogy... Tegyél fel kérdéseket! Jó, de hát na! Anya! Szuper. Szerintem ennyi elég lesz. Próbálom a Face Expressionsből leszűrni valamit. Mi? Hogyan lett két késed időközben? Én csak egyet adtam. Tudod honnan. Még kés díler kettél. Tudod honnan. Nem. Tudod mi édesapa a neve? A lakatos vér. Előjött belőlem. Na, szuper. Azt próbálom izé kitalálni, hogy... hogy ez... Uh-huh. Ez kidobad, Léci? Kis kukta. Te vagy a kis kuktám. Tudod, mennyi futicsunk lesz, én már most látom ilyen. Igen, ilyen óra nyilván. 6 óra. Oh, ne is mondjátok, brutál sok, de ti könnyen beszéltek, nem nektek kell megvágni, én ülök itt és vágom nektek, csak ott főzőcskéztek vidáman, szóval. Azt a levet bele akarom menteni, mert nem tudok vele mit kezdeni.
Miért nevetsz ki? Van csap, hogyha szeretnéd, de most már mindegy. Amúgy nagyon izé bátorít, hogy itt kiröhögsz a picsába. Nagyon jó fej vagy. Aha, jó. Ugye milyen jó érzés tofut vágni? Olyan satisfying. Ez a legvegánabb dolog, amit valaha mondtam. Neki kellett volna történnie? Nem mondok semmit. Ne neves ki. Fáj, kicsit elkennek. Én amondó vagyok, hogy rakjuk oda. Vigyük át a tűzre. Vigyük át a... Ezt miért mondod ilyen hangon? Aha, ez van ott. Nem, már ezt nem hiszem, hogy direkt nem csinálni. Tényleg nem tudom fogalmazni. Tűz! Hol van tűz? Forgasd el! Ott. Válaszd ki a tüzet. Nyomd rá. Tényleg. Én úgy érzem, hogy ezeket még nem vágtam fel elég kis darabokra. Hát nem. De azt még utólag lehet korrigálni. Ebből alig jön valami. Minden másik irányba. Én nem is vagyok benne, szóval most így ideállok, hogy kicsit én is benne legyek a képben. De minden, senki nem kíváncsi rád. Írjátok meg kommentbe, kire vagytok kíváncsibbak. Rá. Írjátok meg egyáltalán, hogy rá kíváncsiak vagytok, hogy berakjam a következő videóba is. Nagyon finom. Nagyon jó. És én menő, hogy most elindulsz oda, aztán a következő kép az lesz, hogy megérkezel ott. Tudom? Jó. Most induljál. Szóval, erre még a másik. Mit? Paradicsomot. Miért? Most nem meg? Hát ez így került. Most már meg. Jó, megmosom. Erre mondtad, hogy a tálalás legalább legyen szép. Kussolj. Egész ágakat? Ez nem szép. De ez szép. Várjál még, várjál. Nem. Teljesen, és gyere. Először hoztam egy finom fél liters bort neked, amit köszönöm. Szeretsz, mert alkoholista vagy. Szóval szállít? Köszönöm. Elég. Nem elég lesz, köszönöm. Elég lesz, elég, elég! Hé! Egy feladatod egy volt! Fröccsöd, fröccs! És még egy kis finom vizet. Még. Köszönöm, köszönöm. Finom, én főztem. Ah, frissítő. Egy kis tofus. Mi a neve ennek? Rántotta. Egy kis paradicsommal, gyommal, meg kenyérrel. Jó. A tálalás, értékelem az igyekezetet, de azok az elhaló leveleket legalább kiszedted volna. A problémáim. Utálom a pirítatlan kenyeret. Vagy azt a nagyon friss, omlós kenyeret szeretem, vagy a pirítottat. Ez a állag nekem, ettől kiráz a hideg, ezt utálom. A paradicsom... Én is utálok téged! A paradicsomot én azt akartam, hogy benne legyen a rántottában. A képen is ott voltak a paradicsomra... Tudom, azt láttam, benne. De én gondoltam, hogy megadsz nekem ennyi alkotói szabadságot, jó. Hogy... Az elején nagyon megijedtem, amikor elkezdtél mindent így belerakni már rögtön a serpenyőbe és utána főzni, mert én azért úgy szoktam, hogy először olaj, aztán rá a cucc, ott már a tűzön megvárjuk, még megpirul, aztán egyre rakjuk a dolgokat. De végül nem lett annyira rossz kinézetű, szóval... Nézzük. Pérsz, te is. Kíváncsi vagyok. Tíz pár? Nagyon sótlan. Hozzá, nagyon sótlan, semmi íze nincsen. Tehát mondtad, hogy alig jön a sóból, de szerintem még egy kicsit kitartóban kellett volna sózni. Az a baj, hogy nem rossz, én szeretem a tofut. Olyan íze van, mint egy fokhagymás tofunak, de tényleg nincs íze. Ne is reménykedj. Na? A paradicsom nagyon feldobja. De csak azért, mert azt nem én csináltam. Kislány, ah, látom, veszem, te már ízébe berakod a... Aha. A paradicsomot és a vizet. Kocsincsom. Miután már megittuk a felét. Na nézd. Ja, hogy te úgy csináltad. Jó, én nem mertem hozzányúlni.
Nem volt túl szexi. De mondd rá még konklúziót. És mint látjátok szemére, ehető. Most jön a főétel, pad thai lesz. Ettél már életedben pad thai? Bele szójaszószt teszek bele. Rice noodles. Még egy lakítanám, már jobb benne biztos. És ami a legfontosabb egyértelműen a... Igazából ez a videó az arról szól, hogy Dóri cseszeget engem mindenért. Ez egy 10-ből. Akit már ismertetek az előző videóban, akit már egy előző videóban is... Adj valami zöldet. Zöld mit? Valami zöldséget. Valami levelet. Biztos van itt, ha valami levél, vegán vagy. Magadra fogod? Nem, érem ne. Érem ne. Ne légy szín! Jó. Igen, nem tudom mennyi kell belőle. Ez csörögik most. Mindig túllépsz egy határt! Bocsánat. Jó, csináld. Bocsánat, Dóri anyukája, úgy viselkedek a konyhában, mint egy barbár. Csak igazából tényleg egy barbár vagyok a konyhában, én nem értek ehhez. Nem fog megrágódni rám anyukád? Max azért, mert nem akarjuk lenyírni. Ja. De várj, meg most lehet, a kamerában nem leszel benne. Anna a fő kamerában. Itt se, csak a műsz. Akkor azt hiszem, hogy ülve aha, nem tudsz ülve vágni? Mindjárt úgy felmegy a fő. És ezt el kell venni. Ezt akarom bemondani egy ízni, hogy kidobtak a kukába. Mehet. Igen, ehető, nagyon finom. Legalábbis mondta ezt Dóri, azzal, hogy átasson engem kamerá előtt, de nem, utána megfogta és kidobta a kukába. Ezt tuti úgy fogom megvágni, hogy beletettem, hogy csak eldugtam. Igen.